azért ugye nemzetközi stand-upban például azért lazulnak a dolgok, kicsit már túlzásba is viszik egy ilyen... Pistében nagyon benne van. Na, én a nemzetközi stand-upban. A műfajt nagyon-nagyon szeretem, az itthonit is egyébként, és minden erőmmel próbálok... A magács azon őrült meg, hogy megvan az összes Blu-ray, mindegyik. Tehát mondta, hogy ő nem ismer embert, aki megvette a Blu-ray-en a tudod, az önálló esteket. Ki lett adva nekem is, az Őrség és az Örök és az Evolúció, az a két estem lett, az is megvan. Hogyne? Megvan mind. Tehát nekem így elfoglal egy ilyen helyet. Akkor te voltál az, aki megvette. Én vagyok az az egy. Én vagyok az az egy. De nem, tényleg, én megvettem mindent. Azért már átszámoltam a remittendát, és egy hiányzott. Ez itt Kovács András Péter barátság podcastja a Kapod. Mai vendégeink Fábián István és Komzsik János, avagy Pisti és Jani a VR. Kettejük barátsága egy megosztott felelősségű barátság. Most Jani elment házasodási szabadságra. Volt egy kis szünet, két igen. Egész napot nem volt. Lagzigyes. Igen, jó volt. Nagyon szépen köszönöm amúgy. Jó volt. Mit köszönsz? Nekem köszönöm. Hát, hogy így említetted, köszi jó, szépen jó, tényleg. Nem én mentem hozzá. Nem. De úgy, még együtt vagytok, képes meg. Igen, még együtt. Mert ez egy tök jó vlog téma lenne. Összehasonlítva, elváltam. És elváltam. Nem. Ez most nagy program volt, meg egy kicsit ki is vett az időmből, azért elvett rendesen egy lagzi szervezés. De jó volt. De nagy képű vagy, mintha mi férfiak szerveznénk a lagzit. Várjál, mert nagyon komoly, mert ezt úgy képzeld el, hogy ez a lagzi olyan volt, hogy ez 100%-ban a mennyasszony és a vőlegény vezényelte le, szervezte meg, gyártotta a dekorációt. Ez DIY eskő volt. Minden szinten, tehát ő volt a vőfély. Aha. Ja. Hát így már igen, mert én, tényleg, mind a mai napig láttam, hogy megvan az élményem a saját esküvő szervezésünkről, és azóta is, ha beülök kávézókba dolgozni, rendre látok egy olyan konstellációt, hogy ül a rendezvény szervező. Igen. Mellette a feltüzelt mennyasszony, és a teljesen érdeklődését vesztett vőlegény, aki ül ott ilyen teljesen rezignált arccal. Nyomkodja a telefonját. Történjen bármi, döntsétek el, milyen színű legyen, leszarom, mondjátok, hogy mennyi a pénz. Aztán ez menjünk innen haza. Nem, itt tényleg aktívan mi szerveztük az egészet, úgyhogy volt velem eló rendesen. Uh-huh. Azzal is vett ki, igen. De figyelj, ez csak az eleje. Csak mondom, hogy maga a házasság is egy DIY dolog, tehát hogy magatok csináljátok majd magatoknak, és a java még hátra van. Tehát ezt Pisti tudja. Igen, már, igen. Aki a Covid-ba szült, vagy nemzetgyerek szült. Igen, én nem szültem, de most mondanám azt, de a szimpátia hízás megvolt. Igen, ha megtehettem volna, akkor megtettem volna. Nagyon gyorsan visszanyerted a régi alakodat. Kell, köszönöm szépen. Én megtettem volna, hogyha mondtam volna ilyet annak idején, hogy ha tehetném, szülnék én ugye, a feleségem helyett, aztán ugye láttam közben, és inkább nem. Inkább a stream. Inkább streamelek sokat, tudod. Azt tudom, hogy az eleje is úgy indult, és azért VR, mert hogy egy VR szemüveget igen. teszteltetek, és ott sem olyan irányba ment a teszt, ahova képzeltétek. Nem. Még ennél is visszább lehet menni, hogy még csak YouTube csatornát sem akartunk csinálni. Tehát mi csak egy blog voltunk, tudod, ami írt erről az egész virtuális valóságról. Csak ugye, amikor megmutogattuk, nem tudok máshogy, igen, csak videóban igen. megmutogatni ezt a cuccot, akkor ment el egy teljesen másik irányba. Nem miattunk, hanem ugye a közönségre reagálsz. Uh-huh. Hogyha ezen nevetnek, vagy ezt élvezik, akkor inkább csináljuk azt. És akkor azóta meg már... Hát igen. Mik voltak a legnagyobb zsákutcáitok? Már mondjátok, hogy próbálkoztatok mással is. Szerintem nem nagy zsákutcának nevezném, de próbálkoztunk ilyen heti vlogokkal egy időben, hogy heti egy vlogot csináltunk, ami arról szólt, amikor nem vagyunk műsorban, hanem ugye a hétköznapjainkról, uh-huh. amit egyébként nagyon-nagyon szerettek az emberek, meg mi is nagyon szerettük, csak sajnos rá kell jöjjünk, hogy nem nagyon csinálunk azért kívül semmi más. Amikor így utazgattunk sokat. Na sziasztok, Jani vagyok, itt ülök a buszon. De egy idő után tényleg az volt. Egy ideig nagyon sokat utazgattunk, és akkor tök jól működött. Mert akkor mutattunk az embereknek új helyeket, meg hogy hol járunk. De aztán tudod így, de mikor... De így, hogy a Bihar megyében vagy nem, nem, így a világban megy. Utazgattunk mindenfele. A vége már az lett, hogy... Hajdúbeszörmény. De még már csak a szobában voltunk, tudod, és így sziasztok, ez igen, mert ugye azon ment, hogy most jó, a kéne heti vlog, és akkor hova menjünk? Olyan sok hülyeséget csináltunk, figyelj András, mi lettünk az év divat boltja. Ja. Tehát megszavazták az emberek. Az ország boltja divat kategóriában, ott volt H&M-et lenyomtuk. Négyfajta pólót, négyfajta viára. Körülbelül az volt. Hát csak tudnak érteni a közönséget, hogy szavazzanak. Már akkor is látszott ez, és akkor még sehol nem volt a Twitch, szóval már akkor éreztük, és a Twitch csak ráerősítette erre tényleg. Abszolút egyetértek, igen. Ilyen nagy brendek. Ugye, hát...
szerepelni. A közösség és a közönség között az a nagyon nagy különbség. Fast fashion, pápái. Most több hány embert érdekelt az a ki, de mindegy. A viccesnek vicces volt. Mérethelytelen XL-es pólók feliratta. A közösség és a közönség abban különbözik baromira, sokban, vagy abban az egy dologban nagyon különbözik, bocsánat, így akartam mondani, hogy rettenetesen aktív egy közösség. Például a hülyeskedni kell, vagy akármi más csinálni, míg a közönség az egy passzívabb fogalom, ők nem fognak beleszólni a műsorba. Nyilván, hogy telik az idő, meg ugye a mi közönségünk is változik, nem feltétlenül fluktuációról beszélek, csak idősebbek az emberek is. Úgy ők is ugye nyilván egyre passzívabbá válnak, családmunka, stb., de még mindig van egy nagyon kemény mag. Ha kell, akkor ott van. Igen, az biztos. Igen. Egy harcba hívható hadsereg. És ez a fergeteges jó dolog, nem? Basszus, hogy ti azt csináljátok, amit szerettek, élveztek, senkinek nem akartok megfelelni. Jó, nyilván valamennyi régen, mert ami nem megy, az hagyjátok, de hogy olyat toltok ezerrel, amiben hisztek, és tök jó látni, hogy más is jön veletek, és hogy ebből basszus meg lehet élni. Hát ez óriási. Meg. Rengeteg hosszú idő volt. Ezt akartam mondani, nagyon sok idő volt. Ez az egyik. A másik meg azt szerintem az. Nem tudom hány éve arra törekszünk minden erőnkkel, hogy mindentől függetlenedjünk. Uh-huh. A minden alatt mindent értek. Tehát, hogy ne bérleménybe legyünk, mert az is ugye egy kockázati tényező, hogy ne függjünk feltétlenül attól, hogy most valaki szeretne nálunk hirdetni, vagy sem, igen, hanem az önmagunk tartalma egy olyan alapot tudjon adni, amiből el vagyunk. És akkor nyilván, hogyha tudunk nőni, az csak jó. De nagyon sok mindenben ezzel voltunk, hogy mi és a közönség megoldjuk. Uh-huh. Ez volt az erőltetett menet, aminek... Az volt nagyon sok idő, amíg kidolgozunk. Ne kelljen fogni a villanyszámlától, úgyhogy már be vagytok kötve illegálba, úgyhogy tök elképesztő, egy kis szigetként működnek. Továbbra is azt mondom, hogy ha valaki most kezdi el ezt a dolgot, azért kitartónak kell lenni. Uh-huh. Tehát, hogy ez benne van, ez alap. Mi is olyan számokkal kezdtünk, hogy amilyen kicsikkel csak lehet. Hát volt, figyelj, mit tudom én, már amikor, aminek nagyon örültünk, emlékszem, hogy 100 olvasónk volt. Igen, a blogon. A blogon. Tudod, és akkor azért 100 ember, az már az durva. Elképzelhet, hogy mennyi 100 ember. Be se félnének ide. Hát ide. Igen, igen. De tényleg, szerinted tömbházi lakásnak kis szobájában voltunk. Az kisebb volt, mint ez. Hát, vagy így nagyjából ekkora. Kicsit másabb a felépítés. Igen, annyi volt, és akkor tudtunk, hogy atyaig mennyien néznek. Nyilván értékelni kell, de abban igazad van persze, hogy nagyon kitartónak kell lenni, és nagyon-nagyon sok munka kell ahhoz, hogy legyen belőle valami. Egyszer azt mondtátok, konkrétan te mondtad, Pisti, hogy ezt föl is írtam talán magamnak szó szerint, véletlenek elképesztő sorozata. Igen. Szó szerint ezt mondtad. Ezt majd mondani fogom. Egy olyan műsorban fogom mondani, ami még nem jelent meg, de tréler volt belőle. Igen, a dokumentum, akkor mondjuk el, hogy október 5-én jelenik meg a dokumentum filmetek, tehát hogy egy tartalomgyártó cég gyártott tartalmat arról, hogy gyártanak tartalmat. Ez saját nagyon magáról, ez hangzik. Nagyon fontos, igen. Tehát nagyon meta. És ott hangzott el konkrétan a szádból ez a három szó, hogy véletlenek, elképesztő sorozata. Ezt most is így gondolod? Igen. De nem a véletlenből jutottunk el idáig. Én azt is sokszor mondtam, én abban hiszek, hogy a véletlen, tehát meg a szerencse, az nem megoldás, az mindig lehetőség. Sok mindenkinek van szerencséje, meg sok mindenkivel történnek véletlenül jó dolgok, csak aztán, hogyha állsz a tököddel a kezedbe, akkor abból nem lesz semmi. Utána kell nagyon dolgozni, hogy ebből a véletlenből legyen valami, és igen, azt gondolom, hogy az igazából addig tartott nagyon sok véletlen, ameddig így beleterelődtünk abba a mederbe, amiben most is vagyunk egyébként, hogy tudja diktálni nekünk a közönség, hogy mit csináljunk. Aha. Főleg az eleje szerintem a karrierünknek az nagyon. Senki sem jókor voltunk meg. Jó helyen, meg jót csináltunk, amire nagyon kíváncsiak voltak az emberek. Igen, meg arra gondolok a véletlenek sorozatára, hogy tényleg, tehát nagyon sok pont volt, amikor így elmondtuk volna, hogy mi mivel foglalkozunk, ami nem az, amit most csinálunk feltétlenül, vagy nem úgy gondolni, nem úgy képzeltük el a jövőt. Aha. Hogy ilyen lesz. Mert ez azért érdekes, ez a véletlenek elképesztő sorozata, mert én is hajlamos vagyok azt mondani, hogy hát én nagyon szerencsés vagyok.
hogy ezt csinálhatom, és úgy lassan rá kell döbbennem az évek hosszú sora alatt, hogy azért ez nem szerencse, tehát, hogy megvannak hozzá a skilljeim, megvan a szorgalmam, hát megvan az a többi munka, amit beleraktam, és ezért voltam kíváncsi rátok, és hogy ti hogy gondoljátok, aztán baromira nem véletlen, hogy itt vagytok, de ezt irgalmatlanul jól mondtad, Pisti. De ez veled is meg kellett történjenek. Azok a dolgok, ami után ugye rá tudtad fektetni magad. Igen, de ez nagyon jó, hogy maga a szerencse, vagy a véletlen, az a lehetőség, és hogy aztán te mit kezdesz vele, az a végeredmény szempontjából már rajtad múlik. Igen, de a munka az Pisti kell. Jókat tud mondani, basszus. Fecsek, dől neki a mondatok a száján, és én mondtam már neki, hogy egy könyvet. Ez statisztikai alapon működik, Jani, nem kell ezen amúgy ennyire elállni, hogyha nagyon sokat pofázom, valami kis része csak jól. Ezt múltkor mondtam, hogy a feleségem is így csinál egy jó fotót, hogy csinál 40-et. Igen, de valamik jó. És az egyik az olyan. Igen, sokat szoktam gondolkozni, csak azt nem szabad hagyni. De olyan jó, emiatt tök jó hallgatni a reggeli podcastotokat, mert az történik, hogy ott ülsz te, aki már fölkészültél az zuhany alatt az AirPods-zal a témákból, ott ül Jani, aki ébredezik. Igen. És akkor ezt hallod, hogy megcsöppentő, hogy azért mégiscsak... Hát, igen. Reagál, Jani, és akkor kijön egy ilyen mondat, hogy te tulajdonképpen a családban az vagy, ami a biciklin a kitámasztó. Hogy igen, kormány vagy, nem pedál vagy, nem, te vagy a kitámasztó. Igen, sok érdekes dolog született már a reggeli műsorból, de azt mindenképpen érdemes leszögezni, hogy még. Szerintem a happy hour egy olyan dolog, a reggeli műsor, amit csinálunk, ami nagyon jól példázza azt, hogy nőnek túl rajtunk a dolgok. Ez a reggeli műsor semmi mással nem szólt, mint arról, hogy nekünk az összes műsorunknak volt egy tárgya. Videójáték, laptop, monitor, tököm tudja. És a közönséggel nem tudtunk beszélgetni. Sehol nem ezekről a dolgokról. És azért lett a reggeli műsor. Úgy nézett ki régen, hogy rendesen a stream setup-ba ültem egyedül egyébként, és így megbeszéltük. Reggel Jani ott ültem, ugye ettől függetlenül is mellettem, és megbeszéltük, hogy mi a szarban, mielőtt indul a nap. És ez mai napig ez. Csak az a baj, hogy az emberek, mivel hogy népszerű lett, meg nem tudom, úgy kezdték el nézni, hogy ez ilyen reggeli morning show. De hogy kurvára nem az, mert igazából beszélgetünk közönséggel. Se zene, se játék, semmi nincs. De az, hogy, semmi. De azért nem volt soha izé, hogy most hogy kinek hogy indul a napja, meg ezért nem volt. Csak mondom, tehát nagyon sokan tudod utána már felelősséget társadalom, meg figyelj, hogy mit beszélsz, meg mit tudom én, és nem tudjuk elégszer elmondani. Ez tényleg egy ilyen nagyon személyes, ilyen bensőséges műsornak indult amúgy a happy hour. De továbbra is egyébként az, mert hogy olyan tehát semmi sallang nincs benne, meg nincs határ. Tehát nem húzzátok meg a határt, hogy erről beszélünk, erről nem. Ez túlzottan a magánéletem, ez túlzottan az én belső ilyen vívódásom. Nagyon... Hanem egyszerűen pont ezért, mert ott van egy óra streaming vágatlanul. Igen. Épp ezért így kikerül minden az asztalra. Van benne minden amúgy. Ó, az biztos, hogy minden. De ezért van az, hogy nem sokára 1500. műsornál jár a happy hour, és akkor azt mondom, hogy van belőle mondjuk 50, ami nagyon durva. Hát azt mondom, hogy beszarsz a rögéstől olyan lett. De nagyjából ez az arány. Jó, de az 50 az nem jön ki, tehát napi szinten nem lehet csodát tenni. De az 50 nem született volna meg az 1500 nélkül. Pontosan. Mint ahogy nálam sem minden beszélgetés alakul feszesen, ügyesen jól, de amikre igazán büszke vagyok és szeretem őket, az nem jött volna létre, hogyha ezt az egészet nem... Persze, végtelen próbálkozás, ez ilyen. Hát most szerintem te találkozol a legtöbbet azzal, hogy hányszor érek reggel. Nem sztorizol megint valamit? Hát na jó, bazdmeg, de miről? Igen. Itt ülök baszki 10. éve, elmondtam már azt is, hogy a seggemen hogy nagy szőr. Tehát mit mondjak még neked? Tényleg azt nem hallottam azt az adást. Tessék! Hopp, felborult az üvegét. De maradj nyugodtan. Van valami törlünk? Szerintem van beszédtémánk, nem kell ilyesmivel tovább vezetni a beszélgetést, hogy rám borítasz egy pohár vizet. De muszáj volt, mert pont most értünk volna rá valami nagyon durva dologra. Nem, folyik a semmi beszélgetés, baj. A víznek nem kell. Folyik a beszélgetés. Nem, semmi, ne foglalkozz vele. De jó. De nem, hallod, mert azért de nem én jó, úgy hallom, hogy csöpög. Igen, de nem hallatszik bele a mikrofonba. Én ezt kétlem, mert én hallok. Én is amúgy. Én is hallom, de a súr sem hétbé nem szedi össze. Látod? Ez az, ami velem nem szokott előfordulni. Ne tedd bele a kamera képébe, mert rááll a zoom, és akkor én életlen leszek. Maradhat, hozzunk új vizet. Nem, én inkább leteszem, nem mondom? Ez a legjobb. Igen. Bocsáss meg. Fábián Pisti asztalt borított a Duma Színház podcast stúdiójában. Mert annyira, igen. Muszáj volt valamikor. Benne volt, nem tudom, hol tartottunk amúgy. Most megzavart a víz. Én tudom, hogy hol tartottunk, hogy az 1500 nem jut volna, az 50 nem jut volna. Így van. Azt akartam igen mondani, hogy muszáj egyszerűen, hogy mondjam neked, folyamatosan tolni ezt az utcot, ahogy nektek is. Hát most nem tudom elképzelni egyébként, hogy mondjuk itt Magyarországon hogy néz ki, hogy mondjuk egy órás ilyen önálló est mennyi dalt jön össze. Mit tippelsz?
Nem mondjuk tudom, nálam egy óra 20 perc egy önálló est, mert az, úgyha elmegyek vidékre, és még idő? Van egy előzenekarom, aki mond még 4 óra 20 percet, akkor az úgy egy ilyen szép teljes kerek 90-100 perces műsor. Hát akik nagyon prók, meg nagyon pörögnek külföldön, azoknak is legalább egy év. Így van. Egy másfél év. Azt mondtam volna, hogy fél év. De az nem olyan, hogy másfél év, 90 perc, akkor havonta 10 perc, mert van, hogy egy hónap alatt semmi, a következőben meg 30. Aha. Tehát még csak az sincs, hogy most leülök írni, és biztos tudom, hogy úgy fogok innen fölállni, hogy lesz 10 perc anyagom. De az, hogy ezt meg tudod csinálni amúgy, ez már nagyon durva. Mert van, akinek 3 alatt sem megy. Igen. Egyébként. Most ez is olyan, hogy most ki mennyire jó abban, mit csinál. Igen, de hát ez is olyan, hogy csináljuk, és nyilván ráállt az agyunk, ott ülünk a futószalag mellett, és készülnek az anyagok, csak ugye nálam az van, hogy másfél évet dolgozok egy másfél éves színpadi produkción, ti meg leültök, és reggel streameltek 1 órát, csináltok egy unboxing videót, játszotok a számítógéppel, hogy ti viszont így toljátok. És azt néztem egyébként, hogy nehéz észrevenni egy-egy anyagon, hogy ez most még, tudom, hogy a reggeli show az reggel kezdődik, de hogy ezt vajon délelőtt vettétek fel, délután, előtte már volt 4 videó, ez most miután jött, amikor hamburgert tesztelsz, akkor előtte már játszottál-e? Aha. Tehát, hogy ilyen, hogy ez, a ti fejetekben ez így hogy áll így össze? Amúgy van azért valamilyen szinten egy rendszer, ez most így kialakult. Van egy keret, igen. Van keret. Te a dolgoknak, szóval muszáj, mert tényleg nagyon sok a tartalom, szóval tervezzünk előre. Nagyjából egy olyan héttel előre tervezzük a dolgokat. Aha. Igen, körülbelül. És a napok pedig úgy vannak, hogy nekünk nagyon fontos volt, amikor, mikor is volt az, 16-ban lettünk, így úgymond önállóak. Aha. Ugye akkor az, igen, úgymond, hogy akkor már így nem dolgoztunk máshol, vagy hogy mondjuk ezt. 16-ban. Akkor nagyon fontos volt már az elején, nekem mindenképpen, utána meg aztán része lett mindennek, hogy tőled legyen egy keret. Tehát a reggeli műsor indul a nap, tehát akkor kezdődik a napunk, amikor kezdődik a reggeli műsor, és addig tart, amíg a délutáni gamingnek vége van. Uh-huh. Ez a keret. És hát meg az, még a reggeli műsor előtt is már volt ilyen keret. Mármint, hogy tényleg azt úgy tűztük ki, hogy legyen egy ugyanolyan munkanapunk, mint bárki másnak. Igen, szóval, ez igen. Reggel bemegyünk, és délután végzünk. És akkor ami belefér a kettő között, az megy, mint a gép. De amúgy ennek a hátránya is megvan ám, tehát, hogy mármint, hogy mondtad, hogy ugye neked másfél év egy másfél órás műsor, de nekünk meg ilyenekre nincs időnk, hogy ilyen nagyon nagy volumenű dolgot csináljunk ezek miatt, mert rengeteg mindent csinálunk. És hát most például a dokumentumfilm is olyan, hogy már nem tudom hány, mondjuk ezt már egy éve tervezgetjük, vagy még lehet több. Tegnap előtt kérdezte meg egy srác hétfőn, hogy akkor a tech az cső. Hát akkor ez nem lesz igen, többet, ugye? Mert most például a tech csatornán nincs másfél idő. Másfél hónapja nem volt tech anyag, mert... Ja. Nincs idő, igen. De azt kell rá mondani, hogy ez sajnos senki nem fejleszt most semmit. Tehát nem csak igen, a nyugi forgatókondírók sztrájkolnak, de igen, a japán monitorgyártók meg. Mi is sztrájkolunk. Igen. De az, hogy nagyon sok minden van, amit régebben próbáltunk, amilyen hosszabb content volt, amire több munka volt, meg nagyobb projekt, meg minden, és azok is annyira jók. Nagyon csak szeretjük. Most már hát ez elmúlt. Ez az, mert én ekközött lavírozok, hogy egyrészt ezt a heti beszélgetést baromira élvezem, aha, meg van, hogy ezt össze tudom szervezni úgy, hogy nem tudom én, ma ti vagytok a második beszélgetés, és tegnap is volt 2, és hogy akkor ez milyen jó, mert akkor most egy hónapnyi tartalom 2 nap alatt föl van véve, de basszus, hogy akkor a jövő héten meg hiányozni fog, hogy nem jövök be, mert én ezt tökre szeretem előkészülni rá, utánatok olvasni, hangolódni már előtte, kis kamerákat beállítgatni, és hogy egyfelől ez tök jó, hogy van egy ilyen rendszeres munkám nekem is, meg ez nekem tökre hiányozna, ha nem lenne, mert különben abban is el lehet veszni, hogy másfél éved van egy másfél órás estre. Tehát akkor reggel fölkelsz, elviszel a gyerekeket, vakarózol otthon, megkávézol, na még megnézem a Facebook híreket, elmenjek futni, nem menjek el futni. Tehát ezzel is széjjel lehet csúszni. Úgyhogy ez a fajta keret, amiről ti beszéltek, igazából szerintem csak így működik jól az élet, ha adsz saját magadnak egy keretet. És tudom, hogy Pisti, te kifejezetten ilyen csávó vagy. Jó, hát igen, de ez már tudod, ez már egy percre pontosan akkor áll ki az erkére cigizni, amikor igen, ez ő ilyen, ő ilyen. De hát most, na, kinek mi működik? De a podcastet ne hagyd abba, mert nekem az egyik legnagyobb tanulság az volt, amikor elkezdtük a Time Out podcasteket csinálni, hogy ennél jobb dolog nincs. Amúgy így, mert mint, hogyha azt nézed, ember vagy. Más emberekkel beszélgetni, új embereket megismerni, és megadni egy lehetőséget a mai világban, hogy így bezonázunk másfél órára, és csak beszélgetünk. Mm-hmm.
tudod, nem a, nem adom rád a vizet, vagy mit tudom én, érted? tehát ez baromi ritka. Hát figyelj, pszichológusok mondják, és ezt nem győzöm hangsúlyozni most is a saját három gyerekemnek. Tehát egy, egy-két mondat van, amit már unnak tőlem, de ez az egyik, hogy semmi nem okoz akkora örömet az emberi agynak, mint a másik ember társasága. Abszolút. Semmi. Egyetlen. Semmi. Se a nyomogatás, se a tévén, semmi. Ez, hogy együtt vagyunk, és beszélgetünk. Ennyi. És ezért jó a podcast, és én, érted, ezeket a podcastokat én élvezem a legjobban, az, hogy már a hallgatók is szeretik, és ti is így vagytok a Morning Show-val gondolom. Hát hogyne, az, hogy meg mellett emberek nézik, az kurva jó, de hát az, hogy ti már ott vagytok egymásnak, már az zseniális. Igen, és még jönnek a kommentek hozzá, meg a hozzászólás, meg a úristen, itt együtt vagyunk, ez bizsergető. Ez igen, egy muszáj helyzetben rak. Jó, a pozitív értelemben. Tehát, hogy itt most ezt kell csinálnod. Tudod, nem az, hogy áj, de jó, mikor ilyen történik, nem, most így, ne, itt most kell duválni, és ez jó. Nem tudom, én legalábbis baromira élvezem. Fegyvert adnak ránk a nézők amúgy. Igen, hát figyelj, hogyha megnyitod az offline csatornát reggel 8:30-kor, és mondjuk így nem megyünk online, akkor úgy a chatet érdemes olvasni. Mi van? Mi történt? Mi van? Én nem tudok valamit, biztos az van. Valaki igen, mondja igen. meg. Tudod, csak így vagy ha kezdünk. Egy percet késünk, tudod, később indítjuk a műsort, Esetleg van valami, amiről nem tudok, a fiúk elmentek. Már 8:31 van amúgy. Ez ugyanaz a pánik, amikor áramszünet van otthon, tudod, tehetetlen vagy, és mit csinál? Hív fel a Gyuriékat, hogy náluk is áramszünet van. Nálatok is áramszünet? Náluk is áramszünet. Miért van áramszünet? Gondolom, hogy ez nálatok is. Ez pont most, nálam otthon, nem tudom, mikor volt utána áramszünet. Most volt egy ilyen 20 perces áramszünet, de csak azért volt a 20 perces áramszünet, hogy felmenjek a 6. gyalog. Oh. Tehát, hogy ne legyen lift. Utána visszajött az áram, de hazaértem, az első nekem, és a feleségem mondja, fejlom a ház most tart, hogy akkor mi van, mondom, mit akarsz tőle kérdezni? Hogy van áram? Mit tud mondani? Igen. Nincs. Rámért kint az utcán a villanyoszlopra. És nem bírta ki, felhívtam. És jön a szobában, hogy beszéltem vele. Nincs áram. Mondom, és mit tényleg mondott? Nincs. Hát, hogy nincs. Nincs áram. Nincs áram. Legjobb. De ez ilyen, ez igen, legjobb. A tehetetlenség. Ó, nekem az van meg, amikor a felesége ül a Netflix előtt este, és így homokórázik a Netflix éppen, mert úgy döntött, és azt mondja nekem, hogy csinálj valamit. Hívjam föl őket, Arizonában, vagy nem tudom, hogy arról ugye a feleségem kéri, hogy legyen Netflix. Az egyik legidegesítőbb dolog az életben, az egyik, a tehetetlenség. Annál mérgesebb ritkán van az ember. Igen, de állítólag egy felmérés szerint a számítógép előtt töltött időnk nagyobbik része arra megy el, hogy ülünk a gép előtt, és nézzük, ahogy nem működik. Igen, ez egy tehát igen, vagy várunk arra, hogy mikor fog igen. már működni. Uh-huh. Ezek egyébként vannak ilyen dolgok. Újraindítjuk, még frissít. Én azt szeretem, amikor 3 perc van a stream kezdésig, és így nyomok egy restartot, mert jó régóta volt újraindítva a gép, ne legyen semmi gond, és akkor elkezdi akkor. Az egyórás update-et, hogy nem most szabad. Akkor. Nem szabad. És ott nincs, mit csinálj. Nem szabad gépet újraindítani. Igen, ezt mi is megtanultuk amúgy az évek alatt. Igen. Furcsa, hogy sajnos a munkák lehetetlenné teszi, de én amúgy nem dugnék internetkábelt a számítógépbe. És akkor biztos, hogy tökéletesen működik, de... Amúgy igen. Ó, milyen szépek voltak azok a régi szép idők, nem? Amikor volt egy Windows, nem jött rá frissítés, mert hogy jött volna flopin. Igen. Tehát, ja, olyan, igen. Olyan de nem szép volt, ott mindig az volt, ennyi. Ott jó volt. Én mindig, tehát ezektől szerintem kellően értő fülekre fogok találni, hogy én ettől ki vagyok, hogy kiírja a telefonom, hogy nem volt töltőre dugva, ezért nagyon fontos frissítés nem lett telepítve. Igen. De ha töltőre dugom, vagy éjszak, akkor újra megpróbálja. És így napokig igen. így érzelmileg zsarol engem, és kiírja a beállításoknál azt az egy darab üzenetet, hogy ott van egy üzenetem, mi az üzenet, az, hogy nem sikerült frissíteni, mi képtelen vagy ilyen hálózatra dugni, pedig egy nagyon fontos frissítést telepítettünk volna. És tudod, hogy így elképzeled, hogy mi lesz majd az a fontos frissítés, hogy nem kapcsol be a zsebemben a lámpa, a zseblámpa, vagy, nem, érinteni, vagy többet igen. senkit nem hívok föl seggel, tehát az a frissítés, aminek lenne is értelme. És akkor a hálózatra dugom, és reggel kiírja, hogy betöntünk néhány biztonsági részt. Basszus! Ezért gyötörtél engem 3 napig. A technika az tud nagyon érdekes dolgokat. Én is szétverném a legtöbb dolgot. Ugye a leggyűlöltebb termék, amit valaha gyártottak, az a nyomtató, de a telefont hasonlóképpen, szeretem. Figyelj, a nyomtatót én egyszerre gyűlölöm, és ámulok. Tehát, hogy nekem is ugyanaz, hogy kétoldalasra akarok nyomtatni, de ha kétoldalasra, tehát beállítom, hogy kétoldalasra nyomtasson, akkor elkezd krikszakszokat nyomtatni 50 oldalon keresztül. Pedig én egy oldalt szerettem volna kétoldalasra. És megint azt hallom, hogy 3 perccel tovább tartott a nyomtatás.
Már a hangjában megmondta, hogy rossz. Igen. Rosszul búg, nem jó. Valami nem jó. Igen. És akkor a nyomtató, hívom a nyomtató céget, ők a szoftverre mutogatnak, akkor keresem a megoldást, hogy iOS-en hogy működik az a nyomtató, akkor ők a nyomtató, hogy töltsem le az új drivert. 10 éves a nyomtatóm, újat kell vennem valószínűleg, mert nem kompott, de a laptopom is 10 éve, de mindegy. És ami miatt viszont ámulok a nyomtatón, közben... A rázla a vizet. Így van, mint egy kocsmában hajnali 2-kor itt egy facsarást elbírozottam, hogy ami miatt ámulok a nyomtatón, mind a mai napig, ez gyerekkorom óta lenyűgöz, hogy tud csak egy lapot beszedni. Tehát, hogy ott van stócba benne ja, 200 lap, és csak egyet szed le a tetejére. Én nem gondolkoztam amúgy. Én hogy, nagyon tehát, sokat gondolkozom. Ott kell nyálaznod az ujjadat, érted? Én meg így egyet bevesz. De valamikor azért becsíp kettőt. Előfordul, de akkor is elképesztő. Az, én is ilyen vagyok egyébként, ezért nem tudok aludni. De komolyan, hogy, tehát... Hogy? De nem, de tényleg, tehát tudod, ez az elalvással kapcsolatban, ez azért elcsukod a szemed, és akkor még egy óra múlva is, úristen, ez a köcsök harmadikban tökörrugod, de durva, hogy a zöld levélben barna lesz egyszer csak, hogy ez vagy az agyamban. És én is elgondolkozom ilyen nyomtató dolgokon néha, hogy hogyan faszom, hogy egy lapot beszélni, nem értem. Durva, a telefon készít ki, meg ez a, tudod, hogy amikor hülyének néznek, hogy majd vigyáznak rá, tudod. Van most ez az aksi optimalizált töltés, hallottál? Nem. Hát mert ugye azt csinálja... Abszolút, én 80%-en kihúzom. Mert ugye azt csinálja, ugye, hogy nem, az, hogy nem az van, tudod, hogy akkor most itt te rádugod, és akkor 40 perc alatt tele szúrja, aztán örülj magadnak. Ne. Ő 3-4 óra hossza alatt tölti fel az akkumulátor, mert ugye sokkal jobb neki, és ugye ezt megfigyelem, míg alszol. Na de boríts meg valamit az életciklusodban, hogy egyszer kint kell aludjál, mert úgy horkolsz, hogy kitakarítottak, a gyerek meg betegen fekszik az asszony mellett, ugye? Te meg kint kell adni a nappaliba. Tehát egyszer nem tudtad rá töltőre a telefont. Nem mondom, kurva jó, felkeltem 6-kor, 7:30 után indulok, más forulatban röffentem. Rádugom töltőre, tudod, pisik, aki kávé, minden losszar. Felveszel a telefont, és tudod, 7%-on van, és egy ilyen kurva egy kiírás van a képen, hogy a akkumulátor optimalizás miatt 7 óra 59 percig indítják a töltést. És 0,2 milliamperenként csak. De tudod, ilyenkor azért úgy felhívnám, tudod, akárkit, akinek köze volt ehhez, nem is a céget, hogy amúgy te honnan másztál elő? Vagy te milyen, hol élsz? Nem jársz dolgozni, mi? Gondoltam. De újra van vezetékes telefonod. Igen, és akkor egész nap tudod, így bedugva, mint egy hülye. Igen, powerbankkel rohangálsz. Nekem múltkor volt az, hogy mondom a gyerekek, elszállunk, gyorsan bevásárolunk, és bankkártya nem volt nálam, de vittem a telefont magammal, és ránézek a Lidli bejáratánál a telefonomra, és 1%-on van. Az gyors vásárlás. Ne, azonnal repülőgép üzembódba raktam, tudod? Nehogy valaki lekérdez az időjárást. Igen. És ilyen szívdobogás, még a kasszaszalagnál sem mertem megnézni, hogy vajon még működik-e, mert biztos azzal megyek még ki belőle a maradék áram, hogy ki felvilágosodik a képernyő, és odaérintettem a csippantóhoz, és a pénztárosnő azt hitte, hogy annak szól a megkönnyebbülés, hogy van még annyi pénz. És jött is egy szegény művész úr, hát nem mehet valami jól, mert annyira örült, amikor. Ugye? Ez a baj. Még mindig kell egy kis idő ahhoz, hogy tudod így felvegyék a fonalat az emberek így a technikával kapcsolatban, bár azért nagyon sokan élvezik szerintem attól függetlenül. Tehát, hogyha ilyen praktikus dolgokat mutatsz például idősebb felhasználóknak, hogy tudsz fizetni a telóddal, azért ezt ők is értik. Hát figyelj, persze. Nekem tavaly mutatta meg valaki, hogy a képek között tudok keresni kulcsszóval. Igen. Helyre, arcra, már a világ? Beírom, hogy torta, és az összes és az tortás torta, képet ki. Hát úristen, hol tart a világ? Most tudtam meg, hogyha az iPhone-ba pepetyögök egy szöveget, és megrázom, akkor visszavonja. Visszavonja? Úr, régóta az elejétől ott. A leges legelejóta, igen. És emberek látnak engem az utcán. Igen. És akkor itt van a kontraszt, látod? Hogy az asztal alatt szerintem rosszabb. Igen. Pillanat, mindjárt csak meggondoltam magam valamiért. Erre nagyon szép a kontraszt, hogy te ilyen előrelátó ember vagy, és lehetséges, hogy egy 35 éves srác a 65 millió forintos legfull extrásabb Audiba így telefonál. Na, hát az döbbenet. Attól ki vagyok? Üvöltesz, hogy te vagy benne Bluetooth! Kettőtök között volt már mosolyszünet? Volt, hogy így a barátságotok Záton, vagy ilyen, nem is Zátonra, de hogy ilyen zsákutcába fordul. Én nem mondanám ezt. Olyanok vannak, amikor nyilván az embernek mondjuk szarabb kedve van egy nap, és olyan. Akkor olyankor tudod, nyilván most úgy másabbak a súrlódások, de ilyen, ami ilyen hosszabb ideig tart, van. Én... Te egyébként hogy találtátok? Hogy találtátok meg egymást? Hát együtt dolgoztunk egy üzletben. Egyébként Apple cuccokat árultunk.
Aha. Ez lesz a következő kérdés, hogy elektronikai boltban dolgozott. Ott, igen. És ez így ott jött amúgy az ötlete a honlapnak. Meg ilyen... Szóval amúgy, hát mi akkor találkoztuk szinte, amikor csináltuk a csatornát. Tehát, hogy ja, ez éve. Nagyon durva, igen, hogy nem hiszem, hogy hónappal ezelőtt találkoztunk? Hát nagyjából, igen. Vagy kezdtünk el beszélgetni, inkább így fogalmazok. Amúgy ezért is azt akartam mondani, hogy ezért is olyan fura a mi barátságunk, mert hogy így nagyon úgymond közzé szőtte magát a csatorna, szóval, aha. Hogy soha nem jutott szerintem ilyen eszünkbe nekünk, hogy most mit tudom, megharagudja Pistire, mert akkor hogyan csinálnánk ezt az egészet, szóval, hogy nem tudom, most fura. Nézd, most azt mondom, igen. Tehát én azt mondom, hogy most az, hogy most mit tudom én, mondjuk tegyük fel, van egy olyan dolog, amiben mondjuk nem értesz egyet valakivel, vagy simán szar napod van, vagy ilyenek. Most ha a legjobb barátoddal költöznél össze, vagy csak lennétek egy helyen napi 8 órát, vagy 10-et, ott is megtalálnád persze. A dörzsi pontot nagyon gyorsan. Persze. Főleg, hogy keresed. Ez ilyen, hogy egyszerűen most, tudod, nincsenek 100%-ban kompatibilis emberek, vagy szerintem nem léteznek, és ezért kell ugye az embernek ugye toleránsnak lennie, meg alkalmazkodni, meg stb. Nyilván ezek ilyen, főleg ilyen hosszú idő után ez így nem kizárható. Mm. De az tény, abban egyetértek én is, hogy nekünk ugye mindig egy kicsivel többről volt szó, mint személyes kapcsolat, akár mennyire hangzik buzisan, egyébként csak, hogy a Facebookra visszaidézzek, ugye ez a közös felelősség, hát ez az elejétől fogva. Jani több, mint kolléga, de kevesebb, mint házastárs. Hogy, jelentsen ez bármit is. Hát most figyelj, hogy arra kíváncsi, mit jelent, hogy mondjuk mai napot nézzük, nem azt, hogy itt vagyunk nálad, mert ezt már elbasztam, hanem magát azt, hogy most mai nap hol járunk. Én úgy el tudom baszni ezt az egész dolgot, amiben vagyunk magamnak, hogy neki is nagyon rossz lesz. És nem tudom úgy elszarni, hogy neki ne legyen rossz. Uh-huh. Ez egy olyan felelősség, ami ugye az emberem van az eleje óta igazából, ami tudod, már bonyolítja ugye az egész dolgot. Na most értem, hogy haveroddal, mit tudom, most nem tudom, ott vannak időszakok, tudod. Meg ott ugye sok minden múlik egyéb dolgokon. Nekünk is nyilván, most én nem azt mondom, mert úgy szerintem nagyon jó kapcsolatunk, így, főleg azt nézzük, hogy 10 éve van már ez a dolog, de akkor is mindig több volt a felelősség miatt. Aha. Én mindig így éreztem. Uh-huh. Pontosan, és emiatt amúgy szerintem tökre jól összecsiszolódtunk így az évek alatt. Meg sosem. Valahogy szerintem mindketten mindig előrébb helyeztük a csatornát, meg amit csinálunk, mint azt, hogy a saját magunknak az érdekeit. Igen. Ez van benne. Igen, meg ez nyilván benne van, meg én azt gondolom, hogy olyan dologban, tehát olyan dologról sosem volt szó, szerintem ellentétről, ami tényleg lényeges volt. Uh-huh. Tehát, hogy valami ilyen meghatározó dolog, tudod, hogy mit csináljunk. Apple vagy Samsung. Hát arról nem jönne vitákat. Tehát olyan komolyságú dolgokban sose volt ilyen, hogy most mit tudom én, nem tudtuk eldönteni, hogy menjünk tovább, vagy hogy mi legyen a következő dolog, vagy valami ilyesmi. Tehát abba sose volt ilyen. Nyilván az is benne van, szerintem, hogy azért én úgy gondolom, hogy mind a ketten nagyon sokat dolgozunk. Igen. És én ezt akartam tehát, is kérdezni. Tehát soha nincs olyan, tudod, hogy én most azt mondjam, hogy... Valamit kéne most csinálni. Most már azért nem gondolod? És hogy ez engem tökre érdekel, mert én magamnál behúztam a részféket még tavasszal, hogy munkából sem, tehát hogy amennyi pénzt keresek, annyi nekem elég, és amennyi munkát csinálok, az is elég nekem. És az ember nehezen húzza be ezt a féket, nem is azért feltétlenül meg kapzsi vagy mohó, hanem mert tökre fél attól, hogy mi lesz, ha már holnap nem kellek, vagy nem lesznek rám kíváncsiak. Ezek a félelmek egy 40 éves kor fölött jelentősen oszlanak, ti viszont még a 30-as éveiteket tapossátok, és gondolom, hogy még nálatok ezek a félelmek dolgoznak. Persze, meg hogyne. Nyilván. Most sosem tudhatjuk, hogy mi lesz egy platformmal, ugye mi nem vagyunk olyan platformon, hogy miénk. Aha. Tehát, hogy holnap azt mondja a YouTube, hogy Jani nem, akkor Jani nem. Aha. Tehát ennyi, ilyen egyszerű. Tehát ez most... Aha. Ez bármikor megtörténik. De ti azért dolgoztok ennyit, mert ez a fajta parahajt, uh-huh. Azért dolgoztok ennyit, mert ennek, nem tudom én, van valami anyagi, nyilván el kell tartanotok még két másik embert magatokon kívül, tehát hogy vannak anyagi szempontok, vagy pedig azért, mert borzalmasan élvezitek. Szerintem ez mind egyszerre, szóval most tudom, ez így hülye hangzik, de amúgy mind. Tehát borzalmasan élvezzük, meg valahogy ránk ragadt, már az elejétől fogva ez a hajtani kell, nyomni kell, és,
és egyszerűen nem tudunk ebből kiszállni, és amúgy ez így nekünk pont jó is. Néha azért érezzük, hogy sok. Tehát azt, mi is emberek vagyunk, tehát van olyan. Igen, persze, persze. Ez nagyon sokféleképpen, nagyon okos gondolatokkal meg lehet fogalmazni ezeket a dolgokat, de irány kell. Uh-huh. Tudod, ezek az ilyen, nem akarom karriernek nevezni, mert mások munkának se nevezik, amit mi csinálunk, de az ilyen pályák, inkább azt mondom, ezek olyanok, hogy nincs megérkezés. Soha. Uh-huh. Nincs cél. Mi a cél? Uh-huh. Hát meg lesz a helikopter, Jani, akkor izi, az már nem, akkor se, ez nem így működik. Uh-huh. Először az a célod, hogy érezd úgy, hogy most már meg vagyok. Ahogy ez megtörténik, a következő nap már tudod, vágyod a következő, csak nincsen következő, próbálsz egyre jobb lenni. Vagy kevésbé szar, vagy nem tudom, hogy kell ezt fogalmazni. Aha. Inkább azzá válik át ez az egész dolog, mert úgy sincs cél, nincs megérkezés. Aha. Ugyanakkor meg tényleg a bizonytalanság, tudod. Szoktam ezt is mondani, egy kicsit olyan ez, mintha megpróbálnál, tudod, így a markodban vizet, homokot tartani, vagy májkrémet. Uh-huh. Hogy tudod, hogyha nem fogod eléggé, akkor kifolyik, de így. Ha meg nagyon szorítod, akkor meg kijön az ujjad közt. Hogy így, olyan ez az egész, hogy az se jó, hogyha te teljesen meg vagy őrülve, mert most biztos hallottál ilyenekre, hogy 5 napig streamelt alvás nélkül, gratulálok, bazd meg, meg lesz az eredménye. Igen. Tehát, hogy ilyeneket nem szabad csinálni, vagy poénból, vagy mit tudom én, adománygyűjtésből, nyilván nem ezeket akartam mondani, de ezek nem hoznak eredményeket. Aha. Hosszú távon. Úgyhogy nagyon úgy kell táncikálni ezeket. Érdekes. Dolgokon. Meg amúgy benne, még mindig bennem van ez a, de szerintem minden vállalkozónál előfordul ez, tudod, hogy ha nem dolgozok mondjuk egy napig, vagy két napig, rendesen lelkiismeret furdalásom van, hogy azért, hát pedig dolgozhattam volna, vagy van egy kis szabad időm, tudod, és akkor így na, amúgy csinálhatnék mást is, aminek van értelme, és tudod, ez ezzel egyre kevesebben vagytok így ebben az országban. Azt mondod? Pedig amúgy azt hallottam, hogy a kezdő vállalkozóknál azért ez van, és ez a mai napig bennem van például. Hát igen, most a vállalkozás szinten ez nyilván egy nagy nyomás, hogy ugye itt az van, hogy amit te csinálsz, az lesz, ha nem csinál, nem lesz. Tehát ilyen nagyon egyszerű az egész, de én azt gondolom, hogy motiváció szinten, ami nagyon fontos, hogy mindig legyen. Sok embernek nem muszáj tudod mindig várni valamit, hogy 5 nap múlva jönnek a kurvák, vagy valamilyen hülyeség tudod, hanem elég az is, ha történik valami. Egyébként? Nem, hozzá nem járnak. Vagy azt is futár hozzá. Az futár hozzá, igen, nem járnak hozzá. Elhelyeztük a GLS csomagautomatában, 10 nap múlva értesítés nélkül visszaküld. De 4 nap múlva nagyon fog fájni a derekre. Igen. Csodákat ne várjon. Van, akinek elég az is, ha történik valami, tudod? Tehát, hogy érezze a folyamatos történést, és elég az, hogy motiválja az ember magát. És ahogy mondják, hogy álló autót nem lehet vezetni, tudod? Tehát igen, kell. Csak cibálod, és nem tudod, hogy valamerre menni kell. És az nem azt jelenti, hogy holnap valami nagyon-nagyon fasságot fogok csinálni, amit belebukunk, vagy egy nagyon-nagyon jó dolgot, ami elhoz az örök sikert, de legalább csináltunk valamit. Ez nem azt jelenti, ez azt jelenti, hogy tudod, egy kicsit így tereled mindig, és maga annak az érzése, hogy valamelyik irányba mész, már egy történés. Uh-huh. Hú, ez a mai nap jó szar volt. Mi volt? Uh-huh. Nem néztek annyian így. Most mi van? Igen, semmit, de tudjátok, hogy nincs vége a világnak. Igen, de tök mindegy, mit mondasz. Nem számít, tudod. Ez az egész hülyeség. Lehet, hogy csak egy kis tipp. De ha nem csinálsz semmit, akkor ez sem lesz. És ha a motivációt is eltűnik, akkor van vége. Ezt a vállalkozást említettétek, akkor már hadd nézzem már meg a tevékenységi köreiteket. Mi a nevetek? VR Media Tech BT. De ezt úgy de kell írni, angolul. Hogy... Várjál, megmutatom. Kicsit bonyolult. Azt hiszem, a kocsiban van bélyegzőm, ha érdekel. És BT vagytok 2023-ban. Ki a beltag? Pisti a beltag. Én vagyok a beltag, azért, mert egy akkor... Egy hajléktalan. Azért én vagyok a beltag, mert akkor, amikor csináltuk a BT-t, akkor nekem volt teljes munkaidős bejelentett munkahelyem, és nem kellett fizetni. Jaj, de ügyes. 200 IQ. Cserébe most korlátlanul te vagy felelős. Engem nem izgatnak az ilyen dolgok annyira. Akkor erre volt pénzünk. Aha. Nem, jogos. Nem volt pénzünk KFT-re. Amúgy azóta már nagyon sokszor felmerült, hogy át kéne alakítani a céget, csak most már annyira bonyolult. Igen, meg elmondta a könyvben, mekkora szopás, úgyhogy inkább nem. Azt mondtuk, hogy jó, nem. Úristen, fő tevékenység, azt sem tudtam, van ilyen tevékenységi kör, 63-12-es teljesen. Világháló portál szolgáltatás. Mikor találták ki ezt a szót? 1982-ben. Körülbelül. Nem tudom, de ha ott lettél volna, lehet, hogy egy fél műsorra elég cuccot kaptál volna tőlünk ajándékba, ha bejössz velünk EU-s adószámot igényelni, mikor először csináltunk olyat. És mivel foglalkoznak? Jézusom. Világháló portál. Nem így elmondtuk, és tudod, ez a... Önök üzemeltetik a csillagkaput. Előkerült az ekkora könyv, mikor elmondtuk, hogy mit akarunk csinálni. Ez a 8 lap. Ez akkor ilyen internet, ugye? Reklámoznak? Nem.
Kereste az illető. Kereste a navos. Igen, nagyon, nagyon vicces. Az vicces de szép. De mi, a hölgy minden megtett. Igen. Felhívta Budapestet, az már durva. Fejvon Pestet, ezt nem értem. Hát keretesen, keretesen, amikor az EU-s a rossz szám, de ez nagyon az elején volt. Igen. Ugye, és akkor így mondtuk, hogy akkor egy ilyenre van az ősünk, és akkor jó, és akkor mivel foglalkozunk? Mi meg elmondtuk. Mondtuk, hogy mit csinál? És ez mi? Mondom, hogy nem értették. Hogy kell írni? Nem értették. Portások? Most akkor, hogy mit történt? De most már egész képben vannak. Most már igen. Ó, összekaptam a gát, bizony. Nem, tényleg, most már azért, na, 10 év alatt tényleg azt mondom, hogy toppos. Teljesen. A NAV is képben van, úgyhogy... Én annak örülök csak, hogy még mindig nem kérték se a YouTube, se a Twitch szerződésünket hivatalos tolmáccsal lefordítva, mert akkor megbalandolok. Igen, mindig angolul visszük nekik. Ilyen nagyon vastag szerződés, nagyon jó. Viszont az nagyon király volt, a stream kezdés előtt 15 perccel, amikor Jani nem volt benne az irodában, így csengettek. Lementem. Hello, és akkor két nyakpasszos srác. Nemzeti adó. Hello. Mondom, mi van? És jó, hogy nem az államkincstártól jöttek, mert ők izét is kapnak, lőfegyvert is általában. De nagyon kedvesek voltak, mert mondták, hogy akkor ők most bejönnek. Elviszik az összes szervert. Mondom, jó, de arra sok voltak nagyon. Gyertek, kicsit látszódni fogtak. Nem, ez az irodavásárlás kapcsán. Megnézték, hol vagyunk, igen, megnézték, hol vagyunk. Nem csak egy ilyen kamuszékhely, hanem hogy tényleg ott folyik erre, mint a végén. Igen. Bár egyébként, mondom még egyszer, nagyon rendesek voltak, meg minden, de állati nézni egyébként novellőröket, amikor ilyen 17 kamera van az irodában. Tudod, ez ez egy? Egyik sem egy, ugye? Nem. Annál... Ez az első stúdió túrotok hivatalos ide. Kedves rajongók, kedves ellenőrök, akkor kukkancsunk be. Amúgy hívem műsorban, az itt a kíván. Vicces lett volna. Meg kell tudni csinálni, nem? Aha. Bár azt hiszem, akkor itt látható a könyvelésünk, ez a tavalyi év. Lapozzuk is fel, hogy az áfa analitika mit mutat. Az biztos, hogy ez a másik olyan dolog egyébként, most, hogy szóba került ez az egész, ami olyan, hogy erre is folyamatosan mindig annyira oda kell figyelni. Meg mindig is törekedtünk arra, hogy annyira, tudod, az ember nagyon félti, amit csinál. Főleg, hogyha ilyen sok időbe telt összerakni, ilyeneken nem akar senki megcsúszni, ilyen hülyeségeken, hogy most... Ja, persze. Persze. Nem is értem. Persze. Mindig igyekeztünk kikövetni a szabályokat, hát amennyire abszolút, csak lehet. De tényleg, tehát pusztán amiatt is, hogy... A könyvelőnk pedig most... extra paranoiás, úgyhogy... Hál az égnek. Hál az égnek, úgyhogy ő tényleg mindenre figyel. Igen, azok a legmókásabbak. Hú, behívtak, elnöz, és nem mondom, és te izgulsz. És tudod, mindig így, vagy tudod, valamit mondjuk akarunk most venni, vagy valami, húha, meg kell nézzük, ez biztos, hogy jó ötlet. Igen, és akkor tudod, én még mindig szerintem azt mondani, hogy mivel is foglalkoztok, pontosan. Mert tudod, az ember ott ül, te vagy a könyvben. Igen. Te ne izguljál. Világháló portál. Világháló portál, az az? Hát na. Igen, de jó. Nekem volt olyan könyvelőm, aki mondta, hogy figyelj, hogy holnap van az iparőrzési adóbevallás határideje. Mondom, és? Vidd már be. Mondom, én? Vigyem be, tehát nem te küldöd el internet? Vidd már be. Úgyhogy ez a másik vége. Hát igen, ez is egy bonyolult dolog. És akkor adott egy ilyen pörkölt foltos papírt, hogy ez kérem. De jó. Tehát, hogy vannak életek könyvelőből. Adtam nektek házi feladatot. Igen. Készüljetek egymásról. Igen. 3 állítással, amiből 2 igaz, 1 nem. És akkor ezt neked kell így? És igen, én próbálom értékelni. Meg nyilván a hallgatók is fejben, amíg ellenbezik a megoldás. Uh-huh. Örökös. És akkor csak ezt a random kell tulajdonságot mondani a másikról? Hát tulajdonságot, sztorit, hogy nem tudom én, Jani egyszer, vagy hogy ő korábban... Mindhármat mondjuk el most, így rögtön, vagy egyesével, és akkor majd eldöntött, nem, hogy az igaz? Nem, mondd el a 3-at egymás után, aha, és akkor nyilván, ha 3-at hallunk egyszerre, az segít, hogy vajon meg. Kezdjem én? Kezdhetem. Jó. Ne rölgjék, várj. Az első, igen, ez fontos, hogy ne legyen reakció. Szóval az első állítás az, hogy Pistiek van egy szuper képessége. Mégpedig az, hogyha elutazunk valahová, akkor olyan 90%-os valószínűséggel le fogja fosni egy madár. Ez meg az első jó, állítás. Meg fordítva történne. Az van az igazi szuperképesség. Ott egy madár. A második állítás az, hogy Pisti... De bocsánat, csak itt zárójelben, hogy láttam tőled egy ilyen YouTube shortot, ez is valami gaming videóból volt bevágva, hogy ez ilyen first person, hogy így nyitogat be a főhős ilyen WC-kbe, és az egyiken egy ilyen rettenetes nagy folt, így a falon. Igen. És így az első reakció az volt, hogy mit adnak itt tenni? Igen, emlékszem erre, igen. Benne vagy egy játék, most rögtön az érdeklődsz, hogy milyen menza van ez itt. Ez a hozzáadott érték. Igen. A második, hogy Pisti perfekt tündéül. Aha. És a harmadik állítás pedig az, hogy Pisti középiskolás korában, de Pisti a középiskolás korában hosszú, majdnem segígérű haja volt.
Azért jó megkínáltad. A majdnem segígérő hajat azt Pistitől azért tudom elképzelni, mert középiskolában nekem is hosszú hajam volt, és göndör ráadásul. És göndör, és véletlenül se középen választottam el, amit oldalt, ami miatt kicsit úgy néztem ki, mint Faludi György, csak mindenhez egy ilyen vernivaló pattanásos fej társult. Tehát, hogy Pistinél simán el tudom képzelni, hogy amit a teste hosszúságából elvett az úr, ő azt a haja hosszúságával próbálta kompenzálni. Úgyhogy ez, én ezt igaznak nyilvánítom. Hogy hosszú volt a hajam? Ez igaz. Na, tessék. Akkor a tünde és a madár lefossás. Szerintem a tünde a kamu. Hát, ugye? Tudja. Sajnos a madarakkal ez van. Igen, figyelj, a madár az nagyon durva. Figyelj, egyszer a nővéremnek... Amúgykor itt voltunk Pesten. Most néhány hete, hát nem négy hete, egy hónapja. Igen. Akkor is lefosta egy madár. Ez egyszerűen hihetetlen. De telibe, tehát nem úgy, hogy... ez a Pisti. Lehet, hogy körbe megy a híred, nem lehet, hogy... Nem. Lehet, hogy galábbak így beszélgetnek, hogy figyeljön. Igen, hála a streamingnek, van 800 feliratkozót, meg 900 galambot. A varjak is felik fel az embereket, lehet, hogy ők azok követnek. Ja, igen, a varjak. Még idő, mint a diót dobálnának a fejedre, hogy valamelyik csak. De ez nagyon durva. Atya Mária. A Winklerék akartak csinálni ilyen madárszar határozót, hogy föl tud ismerni, hogy milyen madár szarta le a kocsidat. De hogy színről, meg mennyiségről. Igen, hogy állatkertbe raktak volna a madarak alá ilyen Volkswagen motorháztetőket, és akkor ott azt lefotozzák, kategorizálják. Aztán attól függ, hogy mit eszik. De hát, hogy most érted. Hát de minden nehéz minden megmondani. Madár ugyanazt teszik. Igen. Hát, a különböző típusok, különböző fajta dolgokat. Amikor ilyen piros bogyót eszik, akkor van benne azért egy kis... Na mindegy, igen. Igen. Nem tudom, én kezdek kételkedni abból néha, hogy a galambok mondjuk a szar és a tollon kívül állnak még másban is. Ha láttál, még így elcsapta a madarat. Hangból. Szar és toll, amit búgást tart össze. Igen, valami ilyesmi. De figyelj, ez semmi a nővéremnek gyerekkorunkban napozás közben, nem tudom, hogy miért az oldalán feküdt napozás közben, de a fülébe szart bele egy csirály. Konkrétan a fülé, tehát hogy nem az a főcímpájára, hanem konkrétan. De annyira, hogy orvoshoz kellett vele menni. Tehát azt a sirályt képzeld el, hogy rögtében, tehát egy B-52-es bombázóhoz képest. Érted? Nagyon durva. Na és akkor mit hallunk Janiról? Új. Janiról? Fú. Hát. De bocsánat, egyébként van ilyen hosszú hajas képed? Ilyeneket nem szoktatok mutogatni? Amúgy én nem azt mondom, hogy nincs. De nem azt mondom, hogy nincs ilyen kép rólam. Brutál. De egyébként nagyon kevés van. Nagyon kevés de van, mert... Metálos voltál, vagy miért volt hosszú? Egyébként is. Vagy lány. Egyébként is. Nem. De metálos voltam, de nem ehhez volt köze. Nem tudom. Volt. Csak az jött be a csajoknak. Mondd ki, Fisi. Ilyen is volt. Ilyen aspektusa is volt, de ez utólag derült. És figyelj, neked olyan nem volt, miben? Mert nekem ez a hosszú hajhoz társult az, hogy mi az osztálytársunkkal kitaláltuk, hogy ha nem mosod, akkor két hónap után öntisztuló lesz. Nekem az a baj, nekem is baromi göndörhajam volt, András. És ezt nem lehetett nem mosni. Hát az a baj, hogy mondjuk két hétig nem mostad meg, akkor tehát így magától így rasztás adott így a tövénél. Na és az olyan, hogy az csak így tudod széttépni. Én tudom, fésülne. Én 3 hét után adtam fel ezt az egészet, nem meg akkor olyan. Már jelentős szaga is volt, tehát hogy nem vártam azt még meg. Azt mondták, hogy amikor öntisztulok, olyan balzsamos állaga és ilyen finom illata lesz a hajadnak, de hogy azt mielőzi meg, arról senki nem számolt be. Én jól tudom, vannak olyan vegánok, akik nem használnak dezodort. Vannak. Ők is hisznek mert állati eredetű. Nem tudom, hogy miért nem, de kéne. Vannak olyanok, igen. Na de. Igen. Hát, igen. Jani egyszer, hát majdnem egy egész streamet végig tolt, tehát fullos tigris jelmezbe. Tehát 5-5 napig. Aha. De hogy egy ilyen random tigris jelmez, vagy micimackó tigris, vagy... Ne, tigris jelmez. Tigris. Nem tudod így Disneyhez, vagy ilyesmihez csatlakoztatni. Kettőnk közül ő a koránkelő típus. Vagy legalábbis ő az aktívabb. Illetve... Hát na mindegy, ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, de szerintem adott szituációban, amikor tényleg tétje van, ő sokkal érdekesebb tud lenni, mint én. Uh-huh. Hát tekintve, hogy a reggeli streamekben melyikőtök az aktívabb. Jó, hát ez volt a könnyű része, most mi van akkor? De erre következtetek, hogy Janinak ez egy büntetés, tehát hogy... Jó, hogy van kerete az életeteknek, de szerintem, ha ezt eltörölnétek, ő 9-ig aludna reggelente. Hát igen, ezt nagyon jól látod. Igen. Meg ha már stream, akkor már nem lehet otthonról bejelentkezni. Nem? Mondja még egy kicsit, beszélgetj Pisti. Az volt a jó idő. Volt olyan, amúgy... amikor Jani lakásában volt a stúdió. Aha. Eleinte igen. És elkésett a happy hour-ben. Kicsit elaludt. A szomszéd szobában.
És nem viccelek, komolyan. Tényleg volt ilyen, amúgy igen. Én lehetett hallani. Jajjaj. Nem, hát amikor, amikor beengedtek a lakásba, akkor leesett, hogy mi van. Aha. És akkor megoldjuk amúgy. De volt ilyen egyébként tényleg, tehát így. De ez a korán kereső, ez nekem nagyon, nagyon... De ez nagyon, most már nagyon jól megy. Na, ó, képzétek el, én halálosan kivagyok ettől a szeptembertől júniusig időszakon, mert én amikor elkezdtem stand-upolni, én annyira örültem, hogy oké, én egyébként nehezen bírom az éjszakázást, viszont cserébe reggel addig alhatok, amíg akarok. Aha, amíg meg nem született az első gyerekem. És most van három, és iskolába, és Budapest mellől járunk be, és reggel 6-kor kell kelnem. Tök mindegy, mikor érek haza, reggel 6-kor kell kelnem. Ézzel? És ez így megy június közepéig, és akkor végre, vége van a tanévnek, és tudom, jó, oké, itthon lesznek a gyerekek, de cserébe. Cserébe addig alhatok, ameddig akarok. És tudom, meddig alszom? Fél hétig. Tehát, hogy mindegy, az a fél óra különbség rettenetesen fáj, nagyon fáj, de hogy akkor már miért nem alszom 9-ig, és erre olyan dühös vagyok. Uh-huh. Már... De hát ez ilyen. Úgyhogy neked is ilyen lesz, Jani, csak előre mondom. Jó. Igen. Akkor várni kell még a gyerekkel, úgy érzem. Meddig, ameddig meggondolod magad? Hát szerintem... Ne várjál vele. Majd formál az élet magától, hogy várni, ne várjál vele. Így van, csodálatos. Nem te vagy a keresztapja Pisti lányának? Egyébként? Nem. Nem. Nem, nem. Ja, mert van Jani, meg vannak a barátaid. Na. Szép. De nehéz lenne egyébként Janitól eltitkolni egy másik életet, nem? Tehát, vagy egy gyereket. Ja, igen. Az nehéz lenne. Megszületett már a kisnagy? Nem, még nem. És akkor kit vittél mutkó kézen fogva az iskolába? Hát, unoka úr. Vannak szokásaim. Igen. Vannak szokásaim. Az a baj, hogy ezzel lebuktattam a másik kettőt. De nem buktattad le, az is tök érdekes, sőt már el is felejtettem, hogy volt a másik. Úgy streamelt, végig streameltél Tigris jelmezben. Majdnem végig. Majdnem végig. De miért? Volt rá igény, vagy... Nem, volt egy játék, amivel sokat játszottam, és ezzel poénkodtam, hogy olyan vagyok a játékban, mint egy tigris. Hogy így tudod, a lesből támadok. És aztán annyira rám ragadt ez a tigris, hogy a közönség részéről is, hogy vettem egy tigris, meg kaptam is egy tigris jelmet. Kaptál is tigris jelmet, igen. Kaptam is egy tigris jelmet, és az végig. Nem tudom, én azon annyira rögtem, hogy azt nem. Igen, vicces volt nagyon. Hát ezzel az aranyosival évekig volt visszatérő poénunk, hogy a tigris tank, mert ő második világháborús rajongó, az a harcterek fenevada. És erre mondtam én neki, hogy igen, és egy állatot is elneveztek róla. Annyira veszélyes a tigris tag. Úgyhogy te sem értel öltöztél tigrisnek. És mi volt a harmadik? Én azt mondtam, hogy vannak szituk, amikor sokkal idegesebb tud lenni, mint én. Mindegy, ez az szerintem, amit a legkevesebben tudnak, és nem is baj, hogy így van. Mert én nagyon-nagyon mérges, nagyon-nagyon köcsök tudok lenni ám. De te ki is adod rögtön. De én kiadom rögtön, ez az egyik, ez nagyon fontos. A másik meg, ha konfrontálni kell, szerintem ő alkalmasabb személy erre. Sokkal alkalmasabb. Igen, te vagy az, aki beolvasol, ha igen. Leves vagy hosszú a sor vagy. Nem is azt mondom, hogy ilyesmire, de mondjuk például olyan szituáció adódik, vagy bármi. Jó, mondjuk ez mondjuk, igen, tehát te beszélsz mindenkivel, de... Ott áll két nyakbakasztós navos a bejáratnál. Jani mögé bújok. Ritka, amikor ilyen van, de amúgy igen. Amúgy igen. Valamikor én hamarabb ugrok ezekre a dolgokra. Amúgy igen. Meg egy kicsit intenzívebben. Igen, és jó, tök jó, mert így tudod, így kijövök 5-kor a streamből, és akkor így, akkor már Renni túl van rajta. És csak meséli, hogy hú, és meg... akkor elmélyül a hangja, vagy megnő egy kicsit. Nem tudom, mindig lemaradok róla. A hák, igen. Jani, a debreceni hák. A debreceni hák. Ha egy szóval kellene a barátságotokat jellemezni, ha egyetlen egy jelzőt lehetne rá mondani, akkor mi lenne? Ez durva. Egy streamelt barátság. Egy streamelt barátság? Nem tudom. Nem, nagyon nehéz ezt egy szóban szerintem összefoglalni. Tényleg, nekem fú, nem, ez, én nem vagyok az egy szavak ember, én a sok szavak ember. Tudom, ez kiderült ebből az 1-40 perc vágatlanból. Hogy nem, sose tudtam ezt így megfogalmazni. Én továbbra is ahhoz tudom fűzni, ha nem egy szóba tudom meghatározni, erre a megosztott felelősségre. Hogy tényleg... akarva akaratlanul is részei vagyunk egymás életének, nem csak a munkában, hanem egyébként is, mert így létezik ez a dolog, és kész. Figyelj, akkor... Erre, ha kitalálsz valami egy szót, mondja. Nem, ez tetszik két szóban is. Ez ilyet biztos, hogy más nem fog mondani. És még egy dolog van, még ezt annyira meg akartam kérdezni, hogy ha nem lett volna ez az egész, a véletlenek, hogy mondtad? Véletlenek elképesztő sorozata.
és ugyanúgy 10 évvel ezelőtt Apple boltban lettetek volna előttök. Szerintetek ma mit csinálnátok? Hát, hogyha semmilyen nem történik velem, tehát semmilyen, hogy később se talál meg az életnek az a része, hanem azon a pályán maradok, ami volt, akkor valószínűleg kidobott volna felül valamelyik multi magából, úgy ameddig juthattam volna így pozíciója, és akkor utána majd kerestem volna valami egész más, de én dolgoztam multiban, így amíg párhuzamosan ment a csatorna, és én ott dolgoztam, ott így lépegettem, és annál lépegethettem volna még jó pár évig, csak hát ott a multi fent kidob. Én tudom. Ott nem állsz meg, úgyhogy daráló, úgyhogy valószínűleg eléggé kiégős lennék. Sokkal többet innék, ez biztos. Amúgy szerintem én valószínűleg én is egy multiban kötöttem volna ki. Te befejezted volna az egyetemet? Befejeztem volna az egyetemet, vagy valamilyen startupbal dolgoztam volna. Akkoriban voltak ilyen törekvéseim. Igen. Igen, valami a startup cégben. Azóta is nagyon szeretjük egyébként a startupokat. Hát vannak köztük jók, de ritka. ritka. Hát nem elstartolni nehéz, úgy, hanem aztán pályázom. Vagy ez, valamelyik közül, a kettő közül döntöttem volna szerintem. De milyen jó, hogy itt vagytok. Hát így alakult. És még maradjatok sokáig, remélem, hogy a véletlenek elképesztő sorozata itt nem áll meg. És még egyszer ennyit, fiúk, bárki mondja nekem, hogy hány éve vannak együtt, mindig azt mondom rá nekik, hogy még egyszer ennyit, és van, ahol az kifejezetten sértő, egy ilyen 3 hónapos párkapcsolat. Például. De szerintem ezen a pályán még azért ennyi még bőven van benne, sőt, még ki tudja mennyi. Hát azért szerintem mi is reménykedünk benne, hogy még annyi van, de nem csak rajtunk múlik. Gyorsan változnak a dolgok. Igen. Ez igaz. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen reggelet családnak, hogy hangvérnökként közreműködött a mai adásunkban. Mi köszönjük a meghívást. Köszönjük szépen. Köszi szépen, srácok. Ne haragudj a víz miatt. Ja, ne vicce, nem haragszom. Hát az elröppent. Elröppent. Tehát rendesen oda kentem neki, hogyha nézted. Tehát, hogy nem az volt, hogy tudod, így felborítottam. Azt igen. Hanem így, zuty. Így megküldtem a poharat, mint a gép. Aha. Mutogatsz. Az a baj, gesztikulál. Pró. Ha csináljuk, akkor csináljuk rendesen. Tök jó, mert amúgy, hogy így néztem, így, hát nem teljesen, az erre nagy része felszáradt. Aha, igen. Elpárol. Kicsit párásabb is lett a lebeg. Alattad, András, ott van egy kis víz. Tócsa, de azt majd betudjuk annak, hogy... Izgultál nagyon? Alá kerültem. Legszebbent, András, legszebbent. Ez volt Kovács András Péter Barátság podcastja, a Kapod. Ha tetszett, értékeld, iratkozz fel, nézd végig videóformájában a dumatv.hu streaming oldalon, és főleg beszélj róla a barátaidnak. Találkozunk egy hét múlva. Szia!